A bajnokságot két vereséggel indító Salgótarján kezdte jobban a mérkőzést, de az első negyed végén már a hazaiak vezettek két ponttal. A második 10 perc derekán visszavették a vezetést a vendégek, és a nagyszünetre már 10 pontos előnnyel vonulhatott le a Salgótarján. Fordulás után kapaszkodni kezdtek a cápák, két pontra sikerült is megközelíteniük ellenfelüket. A Tarján azonban újítani tudott, és ismét 10 pontra nőtt a különbség. A hajrá izgalmasan alakult, Nagy Simon hármasaival látótávolságra került a Nyíregyháza, sőt utolsó dobásával meg is nyerhette volna a meccset a házigazda. Végső Bálint labdája azonban lejött a gyűrűről, így első hazai meccsén vereséget szenvedett Horváth Ákos együttese. Azt gondolom, hogy ha beesik az a tripla, akkor azt mondom, hogy az utolsó két perc alapján megérdemelt győzelmet arattunk, az első 38 alapján nem. Tehát nem ott vesztettük el, így van. Igazából az első fél időben egy nagyon kaparó, amire gondoltam is, hogy így lesz, és erről beszéltünk is ugye a meccs előtt, hogy a Tarján 0-2-vel jön, és nem rosszak, egy igazi küzdős, hajtós csapat. Jöttek, küzdöttek, hajtottak. Nekünk kijött ugyanaz a betegségünk, mint az első meccsen. Csináltunk jó helyzeteket, de nagyon rossz százalékkal értékesítettük, és lélektanilag egy borzasztó helyzetbe kerültünk, a mínusz 10-nél fordultunk. Utána fölkapaszkodtunk még egyszer, egy 4-5 pontra, megint beesett 2-3 olyan tripla, ami lélektanilag a padlóra nyomott minket. A vendégek edzője szerint annak köszönhető a győzelmük, hogy végig megfelelő intenzitással és koncentrációval tudtak játszani. Azt gondolom, hogy nem számítottak arra, hogy ilyen sebességgel el tudjuk kezdeni a meccset, és arra, hogy ilyen sebesség mellett jó döntéseket tudunk hozni. Jár a gratuláció a csapatnak, hiszen végre kijött igazán az, amit napról napra, hétről hétre gyakorlunk edzéseken, az a sebesség, az az intenzitás. Azt gondolom, hogy ez hozta meg a mai napon a győzelmet. A forduló további eredményei a következők: Fót Újbudamavc 63-82, Deac U23 Óbudai Kaszások 158, BKG Prima Akadémia Vasas Akadémia 68-70, Budafok Jászberény 87-90, Meavc Miskolc Cegléd 106-90 és Pécsi VSK TF Budapest 122-81. A tabella élén a Pécsi VSK áll 3 győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan Vasas Akadémiát. Az 1 győzelemmel és 2 vereséggel 12. Nyíregyháza pénteken Pécsen lép pályára.